Véget ért a 3,5 éves Varga korszak a debreceni vízilabdában. A bajnokságban 9. helyre beúszó DVS-e régi tapasztalt védőjátékosát a visszavonulása után szentesen még egyszer reaktiválódott. Komlósi Pétert nevezte ki új vezetőedzőnek, aki 3 év után tér vissza a Hajdúságba. Hát ő a vendégünk. Jó reggelt kívánok, szervusz Péter. Jó reggelt kívánok. Hát ugye Debrecenben 3 éve fejezted be a pulót, aztán visszavonultál ideiglenesen a profi sporttól, és aztán ugye szülővárosodban szentesen még egyszer beugrottál a vízbe. Az sose volt kérdés, hogy edző leszel utána, már csak az atyai hagyomány miatt sem? Sokáig nem voltam benne biztos, hogy edzősködni fogok. Utána az élet, mint oly sokszor, megint a vízilabda felé terelt, csak már most korom által ugye edzőként tudok jelen lenni a sportágban. Az most már innen föl se vetődött, hogy OB1-ben pólózzál, nem? Olyan, hogy mindenki ezt kérdezi, de lehet, hogy annyira fiatalnak látszom, meg még talán egy-két-három évem lett volna még az első osztályba. Egyszerűen azt éreztem, amikor abba hagytam, hogy úgy elég volt ebből a hajtásból. Persze lehetett volna kisebb csapatoknál, vagy ugye nem nemzetközi kupa szereplős csapatoknál könnyebb szezonokat még futni, csak az akkori maximalizmusomban nem fért volna bele, hogy már nem úgy tudok teljesíteni, mint ahogy mondjuk pályám csúcsán. No, 9. hely a bajnokságban, innen indul majd a feladatod. Mit örökölsz a távozó Varga Csúvitól? Hát 5 távozót mindenképpen, akiket pótolnunk kell. Most ezen dolgozik a klub, és szeretném megköszönni Kálai Márkó segítségét, aki segít nekem ebben a munkában, hogy az új keretet összerakjuk. Hát most külföldi centerekkel tárgyalunk, nem titok. Reméljük, hogy lesz egy jó befutó, mindegyik válogatott játékos saját hazájában. És konkrétan nem tudok erről többet mondani, hogy... Alakul a keret, az a lényeg. Alakul, igen, nem nyilatkozhatok többet, mert szeretni a klub majd saját hatáskörben. Majd együtt bejelentitek. Milyen egyébként a klub stabilitása, szóval milyen anyagi hátteret vázoltak számodra a vezetők, amikor visszacsábítottak, oda hívtak? Hát amikor én ott játékosként voltam, az egy teljesen komolytalan hátterű Debrecen volt sajnos. Azokat az embereket onnan a pozíciójukból odébb tették, és most teljesen stabil hátterű klub, amely mögött teljes messzélességgel ott áll Debrecen városa, önkormányzata, és stabil háttérrel rendelkező Debrecen van, egy gyönyörű úszoda, és minden lehetőségünk megvan arra, hogy egy jó szereplést érjünk el ebben az idényben. Na most a Csúvi előtti mester Gyöngyösi András játékosa is voltál, és akkoriban a háttér lehet, hogy komolytalan volt, de a csapat nem igazán, szóval egészen komoly eredményeket érte, ugye Eurókupa elődöntőig is jutott a gárda. Gyöngyösi mestertől, te mint edző, mit örököltél? Nekem 5 évig volt edzőm, ugye Szegeden is, sokat dolgoztam vele, ő egy nagyon kitűnő szakember, az mindenképp, hogy a védekezést, ahogy ő összerakta, amilyen precizitással, a videós elemzések, ugye az állandó taktikai táblás megbeszélések, ez mindenképp tanítandó példa, ahogyan ezt ő csinálta, úgyhogy ezt tovább fogom vinni. Na most ezek szerint akkor itt most egy olyan projekt formálódik, ami azt jelenti, hogy te valódi tréneri alkotási lehetőséget kapsz, és nem arról van szó, hogy most szétment a keret, nem lesznek erős játékosok, és akkor ott valamit így el kell pilinckázni a társaságot. Tehát az a maximalizmusod, amit játékosként vallottál, erre most lehetőséged lesz rögvest fiatal edzőként is. Igen, ez egy nagyon nagy kihívás, egy nagyon nagy feladat. Én elvállaltam, tehát előtte átgondoltam, hogy én ezt teljes energiával fogom csinálni, legjobb tudásom szerint. Nyilván pályakezdő edző vagyok, ezt nem lehet kikerülni. Fiatal, ugye nemrég tértem át ugye az edzői pályára az élsportból, úgyhogy van tapasztalatom a vízből, a parton pedig szeretnék minél jobb teljesítményt nyújtani úgy évről évre, de már most úgy állok neki ennek a szezonnak, hogy mindent beleadok. Na most te egy jó védőjátékos voltál, és már az előbb említetted Gyöngyösi András kapcsán is a védekezés, szóval nálad is ez lesz a legfontosabb elem a csapatodnál vélhetően? Ebből fogunk indulni. De most, hogy láttuk ugye ezt a Final Six-t, itt a Margit-szigeten,
minden csapatnál alap a jól megszervezett védekezés, arra lehet építeni bármilyen támadást is, illetve ez sokan nem értik, de hát a nem bekapott gól az olyan, mintha lőnénk egy gólt, tehát ugyanolyan értékű, ezt fel kéne ismerni már szélesebb körökben is. Van egyébként a játékos tapasztalataidból egy olyan elképzelt stílusod, játékstílusod, amire törekednél majd edzőként? Egyértelműen szeretném, hogyha ez a Debrecen egy karakteres, fegyelmezett, az utolsó percig küzdeni tudó csapat lenne. Persze tudva azt, hogy hol álljunk a bajnokságban, a edzésmunkát is majd ahhoz tudjuk igazítani, ugye itt nincs nemzetközi kupa szereplés, jobban tudunk készülni a hétvégékre, illetve lesznek olyan ellenfelek, amiket kötelezően verni kell, és lesznek olyan ellenfelek a magyar bajnokságban, akik egyelőre más dimenzióban mozognak, itt most a négy élcsapatra gondolok. Hát bizony, kedves ismerősök, hiszen egykori csapatait, ott van a Fradi, a Szolnok, illetve a Szeged is. Milyennek látod most zuhanyhíradóból és a már bejelentett hírekből ezt a formálódó OB1-et jövőre? Hol lesz ebben a helye a Debrecennek? Hát közép csapat leszünk. Igazából van a négy kiemelt csapat, ugye a Ferencváros, az OSZ, a Szolnok és az Eger, bocsánat a sorrendért, mert nem ez volt a tavalyi év ugye, táblázata alapján, nem ez lett volna a felsorolás sorrendje, és van egy nagyon erős középmezőny, ahova 6-7 csapat tartozik, és ez a 6-7 csapat fog harcolni azért a négy fennmaradó helyezésére, ami a 8-as rájátszást eredményezi majd a szezon végére. Ezek szerint akkor nem titkolt célotok, vagy célod, hogy az 5., 6., 7., 8. hely valamelyikére juttasd a Debrecent? Hát vagyis akkor jobban szerepeljetek, mint tavaly? Én igen, mindig az ember szeretne jobban szerepelni. Ez még nem kimondott, nem hivatalos cél. Még a keret formálódik jelen pillanatban. Nyilván szakmailag meg kell jelölnünk egy ilyen célt, és mindent megteszünk, hogy elérjük. De nagyon sok csapat tolong ezekért a helyezésekért most Magyarországon, és jó csapatok. Közülük, a riválisok közül melyeknél érzel komoly erősödést az eddigi hírekből? Hát a leglátványosabb talán a Honvéd, ugye a Dekker Attila és a Szívós Márton leigazolásával, de erős csapatnak számít a Szeged is, ott is volt játékmozgás persze, a Vasas tudott erősíteni. Például törletek is, igen. Igen, igen, a Baba Járpi ment át. A BVSZ ugye most ebben a szezonban nagyon jól szerepelt. Erős a mezőny. Az eddigi hírekből te számítasz a következő bajnokságban trónfosztásra, arra, hogy a hosszú évek elsősorban vidéki uralma után most valamelyik fővárosi nagycsapat megszerzi a bajnoki címet? Hát most az OSC ugye végre megoldotta a center problémáját, úgyhogy nagyon erős lesz. A Ferencváros nagyon jól igazolt, szintén nagyon erős lesz. Ezt ha most meg tudnám jósolni, akkor nagyon nagy tudással rendelkeznék, ami már túlmutat a spekuláción. Na most Péter, végül azt mondd meg, mint fiatal edző, a saját edzői képességeidben és lehetőségeidben így előre mire vagy leginkább kíváncsi magadról? Hú. De jó kérdés. Igazából ez egy nagyon nagy kihívás, ami nekem napi szinten égnem kell. Tehát nem fog tudni egy edzésre se úgy lemenni, hogy rutinból vagy. Tehát nekem mindig a maximumot kell nyújtanom ebbe az évbe. Nagyon sokat kell tanulnom. Szerencsére van egy kiváló segítőm a Kis István személyében, aki most a Horkai György mellett dolgozik a junior válogatottnál. Úgyhogy bízom abban, hogy az együttműködésünk is nagyon működőképp, vagy nagyon jó lesz. Ez minden szinten hatalmas kihívás, egy csapatot irányítani, napi szinten kitalálni, hogy ez hogy jó improvizálni, edzőmeccseket lekötni, felkészülési tornákat kiválogatni, edzőtábor időpontját, helyét meghatározni. Tehát a napi működés az, ami számomra a legnagyobb kihívás jelentheti. Az üzemszerű napi működés. Igen, mert maga a vízilabda, 30 éve ebben a sportágban élek,
ugye édesapám is ebbe élt, tehát én ebben nőttem fel, én attól nem tartok. Na, hát akkor sok sikert a izgalmas új feladathoz, és akkor majd néhány tesztmunka után térjünk vissza a részletekre. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Jó, köszönöm szépen én is.